sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Iszett vagyok, Boszorkány főpapnős mágus. A mai témában a szabad akaratról fogok beszélni, és miért pedig olyan formában, ugye tudja mindenki, persze szabad akaratunk az is, hogy most eszünk, iszunk, vagy bármi egyéb, de már nagyon sokszor említésszerűen, tehát úgy érintőlegesen megemlítettem a szabad akaratot. Ugye hozzám is, és most ezért is úgy gondoltam, hogy ez jó lenne ez a témát jobban kicsit boncolgatni, mert ugye a jóslásnál is, mikor ott van, hogy valakinek látszik, hogy mondjuk a párkapcsolata az holtodiglan, holtomiglan lesz. Igen ám, nem a jós a hibás, vagy nem a spirituális tanácsadó, vagy akár akihez ugye fordulnak, és azt látja, hanem ugye ott a szabad akaratunk. Tehát a szabad akaratunkat bármilyen formában kinyilváníthatjuk. Ugye többször elmondtam már, hogy a Teremtő megáldott minket ezzel, hogy saját magunk dönthetünk dolgok felett. Ha valaki mondjuk egy rossz kapcsolatban van benne, vagy egy rossz munkahelyen, vagy egy rossz helyen, és ő tudja, hogy az neki nem jó, lehúzza, akkor igenis a szabad akaratából dönt úgy, hogy ő abban a helyzetben, abban a szituációban, legyen az munkakapcsolat, párkapcsolat, baráti kapcsolat, teljesen függetlenül mindentől, ő döntése, hogy ezt a negatív helyzetet, amiben él, amiben van, azt ő tovább viszi, vagy éppen tovább folytatja. Viszont a szabad akaratunkból kifejtett ugye negatív történéseknek, és itt azért hangsúlyozom ki, mert hát ugye pozitívra nem kell beszélni, ugye ha pozitív dolog megy a szabad akaratunkból, akkor minden happy, minden jó, akkor pozitív energiákat kapunk, pozitív rezgéseket, hiszen szeretet energiával vesz akkor körbe minket minden, a párkapcsolatban, a munkakapcsolatban, az emberi kapcsolatokban, de akár egy bevásárlásnál is, ugye a rezgéseink ugye azt vonzuk, azt látják, hogy mi happy-k vagyunk, boldogok vagyunk, és jól érezzük magunkat. Még abban az esetben is, hogyha esetleg van, ami nem minden flottul megy. Tehát ez is a szabad akaratnak egy bizonyos formája. De amikor negatív dolgok vannak, és valaki abban a negatív dologban benne marad, tehát tudja, hogy nem jó a párkapcsolata, és azt mondja, hogy ő még ezt megpróbálja, még azt megpróbálja, vagy egy munkakapcsolatban, még azt, munkahely, baráti kapcsolat, bármi az ég megadott világon, akkor ő saját maga dönti el, holott mutatják neki a jelzésekkel a fölemelt piros táblával, hogy állj, ne tovább, mert ebből nem lesz jó, csak rosszabb lesz, de ő a saját szabad akaratából úgymond alárendeli magát azért, mert megpróbálja, hogy na hát, ha jobb lesz. Na most az alárendelt szerep szinten, ugye, akkor ez minden szempontból egy negatív rezgés. Tehát ő eldöntötte, tehát mutatja neki, mert nekik a spirituális szakember, hogy itt az ideje, váltani kell munkáját, váltani kell párkapcsolat, vagy bármi egyéb, bármi legyen az. Ugye bármilyen életszakasz, ami nagyobb döntés, de ő szabad akaratából benne marad ebben, és ott van, fölkínálkozik neki egy új állás, mondjuk egy új, olyan munkahely, ami jóval több pénz, jóval nagyobb biztonságot ad az ő életviteléhez, akár szakmailag is, de az ő döntése abban, hogy szabad akaratából mondjuk marad a régi rossz munkahelyen, de ez ugyanúgy párkapcsolatra is vonatkozik. Előbb-utóbb a szabad akarattal történő hátra mozdítás önmagunknál, mert ebből senki sem kivétel, ez mindig fizikai testnek a lebetegedését mutatja, az mindig megbetegszik a fizikai test, főleg a kicsit az érrendszer, a szív, a fej, a kommunikáció készség, ezeknél a dolgoknál fog előfordulni ugye a betegség, mert ugyanis saját önmagának a negatív energiával, szabad akaratából behúzta. A másik, hogy a szabad akaratából döntött el, hogy ő marad abban a rossz kapcsolatban, az, vagy az abban a rossz munkahelyi viszonyban, tehát azért hangsúlyozom, hogy nem csak párkapcsolatról van szó, hanem minden területről, már érzi, hogy el kellene menni, mint a szivacs elkezdi mindenkinek azt a negatív rezgését beszívni az illető, és ezáltal az ő életminősége egyre romlani fog, akár egészségi állapota, akár
érzelmi állapota, akár munkahelyi, anyagi nem tud úgy teljesíteni, mert beszívja, mint egy szivacs ezeket a negatív rezgéseket, szabad akaratából, hiszen ő azt mondta, hogy oké, okay, hogy mutatják nekem a piros táblát, hogy nem, de én zöld utat adtam annak a rossznak, akkor be fogja magának vonzani. És ezzel egy olyan életminőségbe kerül bele, ami sokkal fájdalmasabb lesz, sokkal fájdalmasabb tapasztalást kell megélnie, attól függetlenül, hogy ugyanúgy amit ő eldöntött, hogy már pedig végzhez viszi, és ott marad abban a munka, azon a munkahelyen, ott marad abban a párkapcsolatban, abban a baráti kapcsolatban, mert minden áron meg akar felelni, vagy minden áron akármi miatt dönt úgy, vagy kényelemből, előbb-utóbb pedig rá fog kényszerülni arra, hogy bizonyos helyzetből ki kell, hogy lépjen, mert ha mutatják neki azt, hogy neki ott tovább kell lépnie, nem tovább az útja, hogy ő ott maradjon bármilyen helyzetben, akkor az élet, tehát nem az élet kényszeríti rá, hanem önmagának kényszeríti rá abban a negatív rezgésekkel, amit ő szabad akaratból beengedett. Szabad akaratából hagyta, hogy mondjuk most bocsánat a kifejezésért, kicsit baleknak nézzék, kicsit akár meg vannak sajnos fizikai bántalmazások is, hagyta ezeket a dolgokat, és ennél súlyosabbak jöhetnek, ami miatt ugye ő engedte be, na most olyan energiákat tapadnak az aurájába, az energiamezőjébe, ami az egészségét fogja legesleg először rombolni. Másodszorban jönnek az emberi kapcsolatok, a helyzetek, amiből nem tud úgymond kecmeregni, és harmadsorban pedig a végén már akár olyan egészségi vagy emberi kapcsolatok romlása, ami tulajdonképpen egy nagyon nagy átoknak minősül. Akár olyan is, hogy arra gondol, hogy valaki őt megátkozta, holott nem tette senki rá ezt az átkot, hanem önmagának okozta. Mikor én is elmondom az ügyfeleimnek, hogy mi történik, és miért, és innét indul el az egész, és akkor utána azt mondják, hogy hát igen, akkor kellett volna tenni ezt, meg azt, meg amazt, és akkor elmondom, hogy a szabad akaratában ő befogadta annak a negatív rezgését, de a szabad akaratából engedte azt, hogy ez történjen, az történjen, az egy negatív kupac, amit ő azt mondta, hogy öröm szívvel magához vesz. És ebből keletkezett egy átoknak minősülő energia. Tehát elkezdett burjánzani, elkezdett szétterülni az életében, ami megegyezik, mintha valaki szándékosan készítetett volna rá átkot, hiszen az energiával táplálta ő is azt. Ilyenkor el szoktak csodálkozni, hogy tényleg ilyen létezik. Igen, de hát ő magának nem akar senki ártani, tehát mindenki csak a jót akarja önmagának. Így igaz. Éppen ezért szoktam azt mondani, hogy amikor megbíznak egy spirituális szakemberben, vagy látják azokat a jeleket, hogy nem jó, többszörösen nem jó, akár, most nem azt mondtam, hogy holnap el kell válni, tehát le kell ülni és megbeszélni, vagy akár meg kell nézni, hogy meg tudom-e oldani azt a helyzetet, hogy ne legyen ebből egy negatív csomag, egy negatív blokk a szabad akaratomból, és itt kihangsúlyozom, hogy ez ugyanúgy rám is mindenkire vonatkozik, hogy a saját szabad akaratunkból ne tegyünk már rosszat. Ugye van egy nagyon jó magyar közmondás, hogy az okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján. Na most ne azok közé tartozzunk, és itt megint egy érdekesség, hogy ugye a közmondásoknak is mennyire nyilvánvaló minden. Tehát ez a közmondás is mennyire nyilvánvalóan mutatja, csak ugye nem azt mondja, hogy energetikailag és blokkot okoz az ő életébe, és akadályokat, tehát egy ekkora falat fog fölhúzni, holott csak ekkora lenne az a fal, hanem ténylegesen az emberi kapcsolatokat, és legfőképpen, amikor munkahelyi dologról van szó, akkor az anyagiak nem fognak úgy sikerülni, tehát mindig kicsúszik a kezéből. Plusz van olyan, hogy ugye párkapcsolatilag, akkor hiába nem, tehát akkor az érzelmi területe, az emberekkel való kommunikációban nem fogja úgy megtalálni a lehetőséget, az egyensúlyt. És vannak emberek, akiket mi szabad akaratunkból kis időre, nem kis időre, vagy csak egy figyelmeztetésképpen beengedünk az életünkbe, és amikor, ha megvizsgáljuk azt, hogy szabad akaratból most beengedtem mondjuk egy vagy két embert,
vagy hármat, most teljesen mindegy, honnét nézzük. Nézzük meg, hogy azoktól az emberek, ugye egyértelmű fejlődés, tehát minden meg van írva, csak az a fejlődés nem feltétlenül évekig kell, hogy tartson. Lehet, hogy csak egy napig. Lehet, hogy azt kell, hogy megtanuljuk, hogy a szabad akaratunkban ne engedjük be a negatív rezgést, vagy ne legyünk annyira balekok, vagy bármi egyéb. Tehát ezeket kell megvizsgálni a szabad akarattal. És azért többszörösen kihangsúlyozom a szabad akaratot. Mert ugye ez olyan, mint a gyerek is, addig megy el a szülőnek a idegrendszerével, hogy most rosszalkodik, amíg a szülő megengedi. Ez egy picikét ugyanolyan. Próbálom példákkal valahogy fölhozni. Na most, hogyha nem tudunk megbeszélni valamit valakivel, akkor azt nézzük meg, hogy mit is tanított ez a kapcsolat nekünk. Mit is tanít ez a kapcsolat. Vagy, ha észreveszem, hogy most Kati néni, vagy Júlcsi néni, most tök mindegy, vagy Pista Mercső, akármilyen neveket mondhatnék, avval, hogyha én beszélek, aznap nekem milyen szerencsés napom lesz, akkor igyekszek annak a szabad akarat által azt az energiát úgymond nem elvenni tőle, mert öntőle nem feltétlenül elveszük, mert ugye amit szándékosan elvesznek, az is ugye átoknak, tehát amikor valaki energiavámpír, de szabad akaratból ugye tudom, hogy azzal az emberrel által jó a kapcsolatom, tehát jobb az emberi minőségek. A másiknál, ha avval tartom a kapcsolatot, vagy azzal kommunikálok, vagy azzal vagyok együtt, egy idő után már rombolódik, akkor igenis van viszonyítási alapunk, ami által megvizsgálhatjuk, hogy akarjuk-e a jót, vagy akarjuk a rosszat. Tehát nem arról van szó, hogy azt meg kell szüntetni, de lehetőség szerint vagy változtatni egy másik formába azon a kapcsolaton, mert mindegyiken lehet, vagy megnézni, hogy mit is tanultam, mit is fejlődtünk egymástól, tanultunk-e bármit is, akart-e segíteni emelni a létrán, most itt nem a úgy segítésre gondolok, hanem hogy a fejlődési létrán, vagy nem akart emelni, vagy visszahúzott, akkor igenis ezeken változtatni fontos és kell, mert ezáltal is akkor a hiába jön innét mondjuk pozitív, a másik oldalról jön a negatív, akkor egyértelműen a negatív fog felerősödni, hiszen elveszi még a pozitív energiától is tehát a pozitívtól is elveszi az energiát, ugye, és ezáltal még erősebb lesz a negatív energia. Tehát megszennyezi, most próbálom egy picikét úgy, hogy hétköznapi nyelven valahogy meg lehessen érteni. Tehát ezért is fontos, hogy a szabad akaratunkból döntsük, el tudjuk dönteni, és ne hagyjuk azt, hogy hosszú-hosszú hónapok, évek teljenek el azért, hogy az életminőségünk, bárkiéről beszélek, rombolódjon. Tehát itt, ebben a szakaszban, ebben a helyzetben azt kell megvizsgálnunk, és ha tudunk változtatni, akkor igenis tegyük meg a változtatást. Nem azt jelenti, hogy egyből azt kell mondani, hogy na viszontlátásra te jobbra, én balra, hanem azt kell megvizsgálnunk, hogy meg tudunk-e beszélni, és hogyan tudunk ezen javítani, és hogy akar a másik fél, mert ott van az ő szabad akarata, és hiába akarok én változtatni, hiába akarok én pozitív energiát neki adni, vagy a szituációnak, ha ő nem hajlandó ezen. Tehát megbeszéljük meg, akkor igenis el kell tudni gondolkodni. Ez olyan, mint amikor a Jóistenhez járulunk, és ott van egy csomó, a zsákban egy csomó rossz, és akkor azt mondjuk, hogy ő nem a Jóisten teszi ránk, hanem mi emberek önmagunknak, szabad akaratunkból azt a puttonyt, amivel leszületünk a földre, ami szinte üres, mennyire szabad akaratunkból tele rakjuk negatív rezgésekkel, negatív akár emberekkel, akár helyzetekkel, kitesszük-e magunkat azoknak a helyzeteknek, amik romboló hatással vannak ránk. Mert nincs olyan helyzet. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ő nem tud, mert igazából nem akar, mert hozzászokott az áldozat szerephez, most ezt nagyon csúnyán mondom, és bocsánatot kérek bárkitől is, az áldozat szerephez, ami által ő ezt elfogadta. Itt nem a fizikai bántalmazásra gondolok elsősorban, bármilyen áldozat lehet valaki, és ezzel befogadja, beemeli szó szerint az életébe azt a negativitást, amit nem kellene. Tehát hogyan, tehát szeretnék ugye útmutatást is adni, hogy hogyan tudnak ezen változtatni.
elsősorban a megvizsgálom, hogy jó-e, megint csak az őrangyalok jelenlétét és az angyalok jelenlétét tudom fölhozni önöknek példámban, hogy kérjék meg a segítséget, vagy ha természetesen nem megy, akkor külső segítséget igénybe venni, bármilyen legyen az, hogy meg tudjuk javítani az életminőségünket. És jelen életben ez nagyon-nagyon fontos, mert mindenki egy picit fél a jövőtől, picit fél itt most mi lesz attól a megint ugye, hogy jön-e a vírus, és bocsánat, hogy fölhozom, de ezt az ügyfeleimtől is hallom, és tapasztalom, és látom, hogy mindenki fél, ne a félelmeket erősítsük. Itt is megint a szabad akarat, hanem azt erősítsük, hogy igenis egy pozitív változás, pozitív fordulat elé nézünk, ha mi is teszünk. Persze egy fecske nem csinál nyarat, de próbáljuk meg egyenként saját magunk módszere szerint, és saját egyenként szabad akaratunkból a pozitív energiát bevonzani, hogy minél több pozitivitás legyen a környezetünkben, akár az otthonunkban, baráti kapcsolatainkban, emberi kapcsolatokban, munkahelyen, párkapcsolatokban. Tehát törekedjünk arra, hogy igenis döntsük el, hogy mi pozitívan akarunk gondolkodni, és pozitívan akarunk helyzeteket megváltoztatni, mert ha eldöntjük a szabad akaratunkból, és itt határozottan eldöntjük szabad akaratból, hogy igen, én tudom, hogy meg tudom tenni, és meg tudom változtatni, akkor sikerülni fog. Lehet, hogy nem 100%-osan, és akkor ugye valaki azt mondja, hogy hát ő eldöntötte, és pedig ő pozitívan gondolkodik, akkor mégsem 100%-os az a helyzet. Igen, csak a 100%-ból, ha 70 megvalósul, az nagyon jó. Mert ha nem is változtat, akkor még 70 sincs, csak lehet, hogy 5%, ha nem tudatosan akarja változtatni. Én nagyon sokszor találkozom úgy emberekkel, mert hiszen nagyon sokan ugye fölkeresnek, és nagyon sokszor találkozok úgy, hogy mennyi negativitást a szabad akaratból magukra tesznek. Ilyenkor elgondolkodok, mert az önsajnálat is egy szabad akaratból eldöntött negatív erő, hogy ő most hajlandó-e, vagy akarja-e azt a szabad akaratból beleugrani a kutba. Tehát pontosan az, hogy döntsük már el, és itt nem véletlenül hoztam fel a szabad akaratot, és ilyen szinten, hogy egy műsor időre teljes mértékig, és nem csak érintőlegesen, mert egyre hangsúlyosabb. Ugye szabad akaratból döntjük el azt, hogy valaki rossz indulatú lesz egy másik emberrel, vagy átkozódik, vagy rosszat kíván, mert neki nem jó. Igen ám, és erről hoztam föl múltkor is példának, hogy egy múltkori műsoromban, adásomban, hogy amikor tudatosan átkozódik valaki, vagy rossz indulatú, az háromszorosan tér vissza, mert ő döntötte. Tehát ez olyan, mintha írásba adta volna, hogy igen, ő valakinek meg fog átkozni. És ez nagyon gyorsan visszaszáll ő rá is. Tehát szabad akaratból döntünk el mindent, csak ha ezen elgondolkodunk, mert olyan ember nincs a földkerekségen szerintem, vagy legalábbis nagyon kevés, aki nem hibázott, hogy igen, mi ezt tudjuk, és akkor szabad akaratunkba eldöntjük, hogy jó, akkor ezt egy jó cselekedettel, vagy akár egy olyan szituációban, hogy tudom, hogy mondjuk valakinek XY ártott, és ő szeretne jóvá tenni, mert mondjuk úgy gondolja, hogy ez az ő életminőségét rombolta, amit másnak ártott, akkor szabad akaratából eldönti azt, hogy jót cselekszik, akkor úgy tudja ezt az energiákat átminősíteni, hogy mindenképpen fehér gyertyával. Nem szeretnék itten spirituálisan is képzést adni, vagy mágia képzést adni, de megint csak az őrangyalok, vagy a négy fő arkangyalt ugye megkérve, hogy segítsenek azokat az energiákat leszedni arról az emberről, mert megbánta, hogy ő rosszat kívánt. Már ő eldöntötte akkor, hogy jót akar cselekedni. Vagy ha valaki vállalja tetteiért a felelősséget, bármilyen legyen az, bármi is legyen az, az mindenképpen egy pozitív energiával pozitív energiával táplálja azt a helyzetet, amit ő képezett, és a szabad akaratából eldöntötte, hogy jót cselekszik. Itt sokféle jó cselekedet lehet.
ugye megint csak fölhozom az állatokkal való minőségi viselkedést. Ezek ugye, hiszen Isten gyermekei minden állat, ugye minden élőlény, minden növény. Ha ezekkel korrektül és megfelelően bánunk, bán valaki, akkor szabad akaratából eldöntötte, vagy akár én olyat is tudok, aki tudok több olyan embert, akik eldöntötték, hogy ők, mit tudom én, x ideig nagyon rosszul bántak az állatokat, például kutyákkal. Ez egy két fiatal emberről van szó, és ők eldöntötték, hogy ezt valahogy szeretnék jóvá tenni gyerekkoruk hibáját. És képzeljék el, hogy egy egyszerű, tehát egy elkezdték menteni az állatokat, és befogadó gazdikká váltak, és megpróbálják jóvá tenni azokat a dolgokat, amit ők gyerekkorukban elkövettek a kutyák, macskák ellen. És boldogabb, tehát fölismerték, hogy ők ezért is kaptak negatív karmát, negatív, hiszen ők döntötték el akkor is, hogy ezt cselekszik, és akkor is ők döntötték el, amikor megpróbálják jóvá tenni, és mai napig végzik ezt a fajta karitatív tevékenységet, és segítik az állatokat. Tehát azért mondtam, hogy a szabad akaratunkból élünk, lélegzünk, és hogyha valaki például beteg, és azt mondja, hogy ő eldönti, hogy már pedig föl fog gyógyulni, higgyék el. A gyógyulás nagyon nagy részét, a gyógyulást az fog előre mozdítani, hogy ő eldönti. De amikor valaki föladja, az is egyfajta szabad akarat, akkor minden eldől, tehát minden. Tehát itt a legfontosabb, hogy szabad akaratunkból inkább a pozitív felé forduljunk, mert van annyi negativitás a világban, hogy azt a sok szeretet energiát igyekezzünk kibontakozni, és megnézni az emberi kapcsolatainkat, itt bármilyen legyen az, hogy hogyan tudunk változtatni pozitív irányba rajta, és hogyan tudjuk életminőségszerűen javítani a sajátunkat és másokét. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és kívánok mindenkinek jó egészséget, a viszontlátásra!